saját magángyűjteményéből szervezett ökumenikus kiállítást a Vándorló Szépkorúak baráti köre Tolnán. A klub 2017-ben alakult 36 fővel, azóta a taglétszám már jelentősen kibővült. Legfőbb céljuk hasznos időtöltést, társas együttlétet, támaszt biztosítani a helyi szépkorúak számára. A Hitünk Morzsái című kiállítás ötlete elsősorban onnan ered, hogy a közös beszélgetések, látogatások során több csoporttagról is kiderült, hogy régóta őrzött egyházi kellékek, szentképek tulajdonosai. Megtisztelő számomra, hogy több mint 10 éve, hogy elmentem innen, és minden jelentősebb eseményre vártok, visszahívtok. Ez nekem nagyon jó visszajelzés, és én, ha messze is vagyok, mindig szeretettel próbálok megfelelni a kihívásoknak, meghívásoknak. Megtisztelt bennünket Keresztes Andor Mária Gyüri plébános, a csoportnak egy nagyon régi barátja. Az fog majd megnyitott mondani, eljön egy csoportnak ugyanúgy barátja, a Sászászlőrinci Csepregi Erzsébet evangélikus tiszteletes asszony. Itt van a körünkben, már láttam, megjött Judit, református, Csipos Judit, református lelkész asszony is. Bízom benne, nagyon szép lesz a kiállítás, szép lesz a program. Ezek a kiállított tárgyak, ezek mind a csoport tagjainak a úgymond a szülőktől, nagyszülőktől mindenki örökölte. És hát a házakba ezeket megőrizték, és akkor mivel én nagyon sokat járok a csoporttársakhoz beszélgetni, idősebbekkel elmegyek beszélgetni, vagy netalántán, hogyha beteg, akkor meglátom, és akkor láttam ezt nagyon sok dolgot, és beszélgettem a csoporttársakkal, mit szólnának hozzá, hogyha ebből csinálnánk egy kiállítást, megmutatnánk. A hitéletet nem csak a templomban lehet élni, lehet otthon a magányunkban is élni. És mindenki bólintott rá, hogy csináljuk meg. A keresztény hagyományok és a hit erőteljesen meghatározza a közösség gondolkodását, értékrendszerét. A hit egy olyan fontos kapaszkodó a csoporttagok életében, amely képes átsegíteni az akadályokon, az olyan nehezebb időkön, mint ami a járványhelyzet következtében az elmúlt másfél évnek is betudható, mondja a csoport vezetője. A csoporton belül 4 felekezet van, legnagyobb részben katolikusok vagyunk, akkor vannak reformátusok, van evangélista, csoporttársunk, és van egy unitális csoporttársunk. A kiállításon külön helyet foglalnak el Pete Jánosné népi iparművész munkái, aki csuhéból formázta meg Krisztus kálváriájának 14 állomását és a kisded betlehemi világra jöttét. A csuhé tárgyakról az is egy csoporttársunk, sőt több mint csoporttársunk, nekem a feleségemnek a nővére. Ő már a tavalyi évben készült a stációkkal, a Krisztusnak az útját mutatja be, és akkor tavasszal, hogy a pandémia véget elmaradt a kiállítás, akkor megterveztük térre, akkor elkészítette a jászolt, és sajnos megint elmaradt, és most, hogy a Szent Iváni egy nevezetű program van, akkor most így úgy gondoltuk, hogy akkor megcsináljuk ezt a kiállítást, és elhozta. Nagyon gazdag a programunk, egészen szeptemberig terveztük a programokat. Jövő héten elmegyünk Kiskunmajsára, egy kis lazítás, egy kis pihenésre, akkor július 19-én elmegyünk Kiskunhalasra, megnézzük a világhírű csipkemúzeumot, nem csak a múzeumot nézzük meg, hanem betekintést kapunk majd a műhelybe, ahol varják a mai nap is az asszonyok a csipkét. Azt megnézzük a híres Tolva János múzeumot, tájházat nézünk, városba egy kis történelmi sétát teszünk kísérettel, egy fagyizás, és este fogunk hazajönni. És szeptember vagy augusztusra van már tervünk, a Bárka Fesztiválra fogunk jönni, kaptunk egy meghívás, majd most az Andor atya be fogja jelenteni, az egész Vándorló Szépkorúak baráti körének a csoportját meghívja Mária Gyűdre egy egész napos zarándoklatra, és ezzel fogunk élni. Úgyhogy ennyire gazdag a programunk.